Önfelett vidám műsorral köszöntötték egymást és önmagukat a karcagi nyugdíjasok október 1-én. Az idősek világnapja nem csak önfelett pillanatokat, perceket jelent számunkra, hanem annak a lehetőségét is, hogy akár egy-egy verssel, akár egy énekkel ki tudnak állni egymás elé, és a jól megérdemelt tapssal jutalmazzák magukat. Természetes, hogy ők azok, akikre vigyáznunk kell, akikre oda kell figyelni, és akiket óvnunk, védenünk kell. Egy nagyon jó közösség, a karcagi közösség, hiszen folyamatosan odafigyel az idősekre, nem csak az önkormányzat, hanem azok a civil szervezetek, egyesületek, klubok, akik velük foglalkoznak, és ez a közösség az, amely egy hatalmas összetartó erő. Itt az idősek napközijében is ezt a vidámságot láttuk a mai nap is, hiszen a mindennapi munkában, az elmúlt évtizedekben megfáradt arcokon mosoly volt, csillogott a szemük, és örültek annak, hogy ebben a közösségben lehetnek. Nekünk pedig fontos az, hogy sokáig köztünk legyenek, sokáig tudjuk még azokat az információkat, azt a nagy-nagy tudást, amelyet akár a munkahelyen, akár a családban kaptunk, még odafigyelve átvenni tőlük, hiszen valóban ők neveltek gyereket, ők neveltek unokákat, és most már lehet, hogy dédunokákat is, és hát nyilván nekünk is ez a feladatunk, hogy azt a tudást, amit kaptunk, továbbadjuk, neveljük saját gyermekeinket, unokáinkat. Magyarországon az emberek 20%-a számít időskorúnak, vagyis 60 éven felülinek. Majd 2 millió ember jelentős hányada teljesen egyedül él, hiszen ma már alig-alig léteznek több generációs családok, ahol egyháztartásban élnek a nagyszülők, a szülők és a gyerekek. A nyugdíjas klubok a maguk lehetőségeihez mérten igyekeznek csökkenteni az időskori elmagányosodás veszélyét.